Negyedik fejezet. Jane eddig csak óvatosan dicsérte Mr. Binglit, de amikor négy szem közt maradt hugával, bevallotta, mennyire tetszik neki. Minden fiatal ember példát vehetne róla, mondta. Olyan értelmes, jókedvű, élénk. Senkiben sem láttam még ilyen vonzó modort, ilyen könnyet, tökéletes jól neveltséget. Hozzá még csinos is, jegyezte meg Elizabeth. Egy fiatal embertől ezt is elvárjuk, már amennyire tőle telik. A jellemére ezt teszi fel a koronát. Nagyon hízelgő volt rám nézve, hogy másodszor is felkért. Ilyen figyelmességre nem számítottam. Te nem, de annál jobban számítottam rá én, a te nevedben. De éppen ez az egyik nagy különbség köztünk. Téged mindig meglep a bók és a figyelmesség, engem soha. Mi sem természetesebb, mint hogy újból felkért. Gondolod, nem látta, hogy legalább ötször olyan szép vagy, mint bármely más nő a teremben? Nincs semmi okot, hogy udvariasságáért hálás légy. Annyi bizonyos, hogy nagyon kellemes fiatal ember. Neked adom. Tetszettek neked már ostobább emberek is. De kedves Lizi, Tudod, te túlságosan hajlasz arra, hogy általában szeresd az embereket. Senkiben sem látsz hibát, az egész világ jó és kellemes a te szemedben. Soha életemben nem hallottam, hogy valakiről is rosszat mondtál volna. Nem akarok senkit sem elhamarkodva megítélni, de mindig csak azt mondom, amit gondolok. Tudom, hogy így van, és éppen ezen csodálkozom. Benned annyi a józanész, hogyan lehetsz hát ilyen őszintén vak mások ostobaságával, dőreségével szemben? A színlelt őszinteség elég gyakori, lépten nyomon találkozunk vele. De őszintének lenni hivalkodás és minden mellé gondolat nélkül, meglátni a jót mindenki jellemében, és még jobbnak feltüntetni, elhallgatni a rosszat, ezt csak te tudod. Neked persze Mr. Bingley nővére is tetszenek, pedig a modoruk nem olyan kellemes, mint a fivérüké. Elsőre nem, de ha az ember beszélgetni kezd velük, rögtön felfedezi, milyen kedvesek. Miss Bingley az öcsénél fog lakni, ő vezeti majd a házat. Nagyon tévednék, ha nem bizonyulna igen bájos és kellemes szomszédnak. Elizabeth csendben hallgatta nővérét, pedig más volt a meggyőződése. A két Bingley nővér viselkedése a bálon nem arra vallott, hogy súlyt vetnek mások tetszésére. Elizabeth élesebb szemű volt, mint Jane, s kevésbé alkalmazkodó természetű. Nem is halmozták el annyi figyelmességgel, ami elhomályosíthatta volna ítéletét, s ezért nem tudott osztozni nővére kedvező véleményében. A bingli nővérek igazi társaságbeli hölgyek voltak. Élénkek és jókedvűek, ha úgy esett nekik jól, barátságosak azokkal, akikkel akartak, de valójában gőgös, öntelt teremtések. Elég csinosak voltak, az egyik londoni magánintézetben nevelkedtek, vagyonuk 20 fontra rúgott, de megszokták, hogy jövedelmükön felülköltekezzenek, és csak előkelő emberek társaságát keresték. Így hát véleményük szerint minden joguk megvolt arra, hogy fennhordják az orrukat, másokat pedig lenézzenek. Tekintélyes észak-angliai családból származtak, és ez a körülmény mélyebb nyomot hagyott emlékezetükben, mint az, hogy öcsük vagyona és az övék is kereskedésből erett. Mr. Bingley majd százezer font vagyon törökölt apjától, aki földbirtokat akart szerezni, de nem érhette meg terve megvalósulását. Fiának ugyanez volt a szándéka, néha körül is nézett egyik másik grófságban. Most azonban, hogy szép kastélyhoz jutott és vadászati jogot is szerzett, sokan úgy vélték, már akik ismerték Mr. Bingley kényelmes természetét, hogy egész életét Netherfieldben fogja leélni, s a birtok vásárlást a következő nemzetékre hagyja. Nővérei unszolták, hogy vásároljon birtokot. Mégis, bár öcsük csak bérlőként telepedett le, Miss Bingley egyáltalán nem vonakodott, hogy a házi asszony tisztét töltse be az asztal főn. Mrs. Hurst pedig, akinek a férje inkább előkelő volt, mint vagyonos, időnként szívesen tekintette otthonának öccse házát. Két év sem telt még el, mióta Mr. Bingley nagykorú lett amikor egy véletlen ajánlás arra bírta, hogy megszemléje a Netherfieldi kastélyt. A szemle fél óráig tartott, Mr. Bingleynek megtetszettek a tágas szobák és a kastély fekvése, készpénznek vette a tulajdonos dicséretét, és tüstént kibérelte a házat. Darcyhoz álhatatos barátság fűzte, élesen eltérő jellemük ellenére. Darcy könnyed, nyílt, hajlékony természete miatt kedvelte Binglit, bár lelki alkatuk nem is lehetett volna ellentétesebb, s bár a maga természetével sohasem látszott elégedetlennek. Bingley feltétlenül bízott Darcy szilárd barátságában, s rendkívül nagyra becsülte ítélő képességét. Kettőjük közül Darcy volt szellemileg fölényben. bingley sem mondhatta senki korlátortnak, de Darcy valóban okos volt gőgös, zárkózott, nehezen kielégíthető, modora pedig, noha kifogástalan, nem volt megnyerő. Ebben a tekintetben határozottan barátja javára billent a mérleg. Bárhol jelent is meg, Bingley biztosra vehette, hogy megkedvelik, Darcy viszont folyton megsértette az embereket. Jellemző az a mód, ahogyan a Meritoni bárról beszélgettek. Bingley azt tartotta, hogy soha életében nem találkozott kellemesebb emberekkel és csinosabb lányokkal. Mindenki szívesen és figyelmesen bánt vele, nyoma sem volt a merev feszélyezettségnek. Pillanatok alatt mindenkivel megismerkedett a teremben. Ami pedig Miss Bennetet illeti, nála szebb angyalt el sem tudott képzelni. Darcy viszont a jelenlévők közül keveset talált szépnek, senkit sem előkelőnek. Senki iránt nem érzett egy szikrányi érdeklődést sem, és tőlük sem kapott sem figyelmet, sem örömet. Miss Bennetről elismerte, hogy csinos, csak azt kifogásolta, hogy túlságosan sokat mosolyog. Ebben Mrs. Hurst és Huga is egyetértett, de azért Miss Bennet mégis nagyon tetszett nekik, el voltak tőle ragadtatva. Elismerték róla, hogy bájos teremtés, és szívesen fenntartották vele az ismerettséget. Mivel Jane így bájos teremtésnek minősült, Mr. Bingley e határozat alapján feljogosítva érezte magát, hogy úgy vélekedjék a leányról, ahogy jól esik.